Lehet valaki egyszerre profi sportoló, édesanyja is, tanuló is egyben? Ez egyáltalán nem lehetetlen, mint ami ennek hangzik, ugyanis minden idők legeredményesebb magyar zsokéja felváltva teljesít mindhárom pozícióban, nem is akárhogyan. Most rövid betekintést nyújtunk egy rekorder magyar zsoké hétköznapjába. Suták Csenge, édesanya, végzettsége szerint gyógytestnevelő és zsoké. Alig 31 évesen kivételes teljesítményt ért el július 30-án a Kincsen Parkban, ahol dámaverseny handicapben a Szolár nevű lónyergében 200. alkalommal győzedelmeskedett. Hát ugye ez attól nagy szenzáció, hogy ez a sport igazándiból a férfiak sportja, tehát nőként olyan nagyobb sikereket nehéz elérni, és ugye én vagyok az első olyan nő, aki 200 versenyt nyert. Első győzelmét 2009-ben 16 évesen aratta kispajtás nyergében. Kezdetben főleg édesapjának lovagolt, jelenleg pedig a szlovák József Rossi balistálójához köti a szerződése, azonban másik trénerek is foglalkoztatják, emiatt pedig jelenleg ő a legkeresettebb lovasa a Kincsen Parknak, és a közönség se hiába szereti. A közönség azért szereti, mert hogyha esélyhez jut egy lóval, akkor rendszerint oda tudja lovagolni, tehát kilovagolja belőlük az esélyt. Zsokénak a 17. század elején azokat a legényeket becézték, akik lóval kereskedtek. Ezek közül többen vonzódtak a versenylovagláshoz, így aztán a század végére a név átragadt a hivatásos lovasokra. Jelentése gyökeret vert. A versenyeken több szempontnak is meg kell felelni, de Csengének a kötelezők mellett saját babonái is fontosak, mint például a kabala szakadt kesztyűje és egy piros-fehér nemű minden versenynapra. Ugye nálunk meghatározott súlyokra vannak a versenyek, tehát itt nagyon fontos az, hogy ki hány kiló, mert hogyha minél könnyebb vagy, annál több lehetőséget tudsz kapni. Ugye általában a súly miatt a zsokék kicsik, én elég nagy vagyok, ugye én 172 centi vagyok, de 54 kiló, tehát így azért én elég könnyű vagyok, az egyik legkönnyebb lovas vagyok most. Ha súlyban van is, korban nincs felső határ, ugyanis a világ legsikeresebb pályafutását megélő zsokéinak egyike, Kállai Pál még 73 éves korában is versenyzett. Zsokéként már hajnal 6 órakor az istállóban kell tevékenykedni, lovat pucolni, felszerszámozni, majd aztán megülni. A lovaknak pedig követniük kell az atlétákéhoz hasonló, szigorú edzéstervet. Minden ló hasonlót, vagy azért kicsit más a munkát szokott menni, attól függ, hogy milyen távra készül, vagy mikor fog futni. Ugye kedden és pénteken mennek gyorsat, a többi nap lassan mennek. Ahogyan a zsokénak, úgy a lónak is bizonyos kritériumoknak meg kell felelnie, hogy versenyló lehessen. Ebben az istállóban csak angol telivérekkel lovagolnak a sportolók, akiket igyekeznek már 2 éves koruktól futtatni. Nyilván egy egyenes pályás sprintversenyben a robbanékonyság, a gyorsaság az, hogy jól jöjjön el a startgépből, az rettenetesen fontos, illetőleg a rövid távon is be lehessen osztani az erejét, tehát a gyors tempóra még tudjon rátenni egy erős sprintet. Egy hosszú távulónál más a helyzet, annál a távbírás kerül előtérbe. A Csenge által felállított női rekord most egészen hosszú ideig biztosan nem lesz megdönthető, hiszen mindössze 104 győzelemmel követi őt a hazai ranglistán egy már elhunyt új-zélandi hölgy. Elmondása szerint, amikor elérte a 100. győzelmet, nem igazán érezte a sajátjának, hiszen ez már korábban sikerült másoknak is. Jövőbeli tervei során is a maximumra és a legekre törekszik. Igen, ugye azt nagyon szeretném. Van is egy ilyen fal a Kincsen Parkban, hogy akik 300 felet nyertek, azoknak a neve felkerül. Úgyhogy azt úgy gondolom, hogy még el kéne érnem. Csenge menedzsere Kőmíves Péter elmondása szerint, akit megcsap az istállószag, az innen nem tud szabadulni. Mivel Csengét a versenyzés és a győzelem élteti, reméljük, hogy még legalább a 300. győzelméig ő sem tud szabadulni az istállótól.